Ez a férfi rendszeresen megvert. Emlékszem, olyan is megtörtént, hogy nem tettem meg, amit kért, erre ő rám vizelt. Jessica Smith sosem gondolta volna, hogy ennyire mélyre süllyed, ám a kábítószerfüggősége miatt sem barátai, sem pedig jövője nem volt. És ami még ennél is rosszabb volt, az élettársa állandóan verte. Ha rendbe hoztam a frizurámat, ő leöntött a sörrel. Máskor meg pisztolyt fogott rám. Állandóan részeg volt. Csak a kábítószer érdekelt, ugyanis az életem egy romhalmaz volt. Össze voltam törve. Nem volt, ami motiváljon, és már nem hittem saját magamban sem. Csak a kábítószert, a kokaint ismertem. Jessica pontosan emlékszik, mikor kezdődött életében a lejtmenet. 14 éves korában elveszítette az édesanyját. Nevelőapja ugyan vele maradt, ám a kis Jessica üresnek és magányosnak érezte magát anyukája nélkül. Szeretetre, elfogadásra vágytam. És azt hittem, ha szerzek egy fiút, az mindent megold. Ám hamarosan teherbe esett, a kisbaba megszületése után azonban felbomlott a kapcsolata a gyermek apjával. Ekkor egy újabb férfi csöppent az életébe, akitől két ízben is terhes lett. Jessica bármit hajlandó volt megtenni ezért a férfiért, még a marihuánára is rászokott, csak hogy a kedvében járjon. Mindig többet adtam, mint amennyit kaptam. Mindent odaadtam, mert annyira vágytam a figyelemre és szeretetre. Bármit megtettem, csak hogy boldoggá tegyem. Elkezdtem vele együtt kábítószerezni. Ám ez a kapcsolat sem bizonyult tartósnak. Rövid időn belül Jessica megismerkedett egy következő férfival, aki a hadseregben szolgált, ám ez az illető is durván bánt vele. Újra és újra megtörtént. Amikor nem az ő elképzelése szerint alakult valami, egyszerűen pofon vágott. Amikor a férfit az öbölháború alatt behívták, a bántalmazás ugyan abban maradt, viszont elkezdődött helyette valami más. Elkezdtem kokaint használni, mellette pedig füves cigit szívni. Teljesen elvesztettem az önuralmamat. Minden napom a bulizásról szólt, és arról, hogy kiütöttem magam. Azt azonban nem vettem észre, hogy rombolom a belső énemet. Azt reméltem, a kábítószerrel majd minden eltűnik. Amikor barátja visszatért a frontról, a zaklatások ismét mindennapivá váltak. Jessica életében egymást követték az agresszívabbnál agresszívabb férfiak, mindeközben a függősége is egyre erősebbé vált. Az ember ki akar szállni belőle. Rettenetes állapot. Állandóan sebeket okoz. És érzi, hogy el van veszve. A kiutat azonban nem ismeri. Jessica végül őszintén elmondott mindent egyik ismerősének, aki elmondta neki, hogy Jézus Krisztus meg tudja változtatni az életét. Elkezdett beszélni az örömről, a békességről és a jó időkről. Beszélt a helyreállításról. Ezt a szót egészen addig sosem hallottam. Akkor azonban rögtön megragadta a figyelmemet helyreállni. Mindennél jobban vágytam erre. Majd beszélt a szabadulásról is, ami szintén elgondolkodtatott. Jessica végül elment egy istentiszteletre. Azon a bizonyos vasárnapon elmentem bele az Isten tiszteletre, és amikor a megtérésre került a sor, előre mentem. Azt mondtam, itt vagyok. Istenem, szükségem van bűnbocsánatra, és meg akarlak ismerni. Mert csak annyit tudok rólad, hogy te teremtetted a világot, és hogy van menny és pokol. Átadtam az életemet Jézusnak. Később aztán Jessica részt vett a gyülekezete szervezésében egy olyan tanítássorozaton, ahol azt tanácsolták neki, hogy egy ideig egyedül éljen és keresse az Urat. Hálás vagyok Istennek azért a tanácsért, ugyanis a férfiak helyét szép lassan Isten vette át az életemben. Ő lett a legfontosabb. Majd tanítások, tanácsok és Isten segítségével Jessica a kábítószerekkel is felhagyott. Voltak időszakok, amikor vissza akartam kapni a régi életemet, vagy egy régi kapcsolatomat. De a Biblia azt mondja, ha szerettek engem, engedelmeskedtek nekem. Jessica végül rátalált a valódi szeretetre, a férjére, Jeffersonra és a családjára is. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden megadatik néktek, olvasok a Bibliában. Ha Isten tesszük az első helyre, akkor minden a helyére kerül az életünkben.